Lee-szín találkozik Nautilus-szal, és érkezik Lulu igaz, mint támogató, a billanást egyből elhasználja, felméri azért a helyzetet, miközben Lulu visszatérne az ösvényre, de ott van egy Lissandra. Jó. Nagyon szép a végső képesség, és érkezik a csapatnak a többi játékosai nagyon jó időben, Lissandra be tudja fejezni még Lulut, és vissza kell vonulnia Poppynak is és Lissinnek is egyaránt, ugyanis három játékossal itt van az OC-nek a csapata, és lehet büntetni a tornyot, ugyanis Minionok ott vannak. Így az első torony el lesz hozva a 10. perc. Igen. Környékén. Ebből a 12 perces meccs már szerintem nem lesz. Zárótűz kiérkezik és fordulnak a T2-es toronyra. Hoho, kivégezve. Kivégezve, kicsit elszámolja magát Gangplank. És Lissinnek a Q talál, akkor menni kell. És Nautilus nagyon szép vasmacskával el tudná magát húzni, el is húzta, csak hát Lissin be tudja fejezni. Igen. Ebből, ahogy említettem, 12 perces már nem, meccs már nem lesz, ugyanis a Feed csapata jobban teljesít az előző ellenfeléhez képest az OC-val szemben. Szóval belekeveredtünk a megfogalmazásomba, de ezt most engedjük el. A lényeg, hogy az OC ellenfelére gondoltam. Szerintem a tárgyakra kicsit nézünk rá, mert érdemes lenne. Igen. Gangplank, ahogy említetted, egy hármasság hatalmával fogja elkezdeni a napot esetleg utána. Ugye itt ezen a pályán nincsen a Gangplank számára nagyon hasznos határtalan penge, úgyhogy egy Lord Vandam fogja azt esetleg helyettesíteni. Lee Sin pedig az orvodászok pengéjét is egy harcos kiegészítést választott hozzá, úgyhogy ő tud lassítani és sebezni a sújtásával. Lulu pedig ioniai fénycipő, úgyhogy töltési időcsökkentést szeretne, szerintem ő be fogja fejezni minél hamarabb azt a támogatói tárgyat, hogy el tudja engedni a szellemeit, és tudom az énekelni, hogy kiengetek a szellemeket. Farmokban Gangplank bőven előrébb tart, mint Poppy, úgyhogy ha jól látom, igen. Legalább majdnem egy 20-30-as különbség van kettőjük között. És bajban lehet a Lee Sin. Nem. És Lissandra jégösvénnyel érkezik, Lulu lehet bajban. Vadonszabad nagyon szépen kimegy rá, de megkapja Lissandrának a végső képességét, és Lee Sin is beragadhat, habár Poppy megérkezik, mint segítség. Q betanált Lee Sin-től be tudja fejezni Lissandrát, mélységi ruhom nagyon szépen kimegy rá. És elripeti, az a küldi azt a Nautilus szó szerint, viszont Gangplank egy alaptámadásra, vagy hát nem egy alaptámadásra, hanem lő, aztán kérdez, hát ő nem kérdezett, hanem ölt. Igen. Így be tudta fejezni a gyilkosságot, el jól, tudta hozni. Jól el lett repítve az a Nautilus. Helyes választás lett volna, de nem volt elég, viszont torony alá érkezik, és el is hozza a tornyot, és Poppy azért próbálja valamennyire büntetni, de ez még tárgyak miatt még nem tudja kiosztani szerintem a benne lévő sebzést. Igen. Poppy elkészült már a Bambi parazsa, valamint a sodronyzott mellény, abból egy naptűzkopény fog épülni, úgyhogy neki már a jelenléte is fájni fog, valamint páncél, az is felvértezi magát. Nautilus láthatjuk, hogy könnyörtelenül írtja a dzsungel szörnyeket, és rajta már elkészült a parázsbehemóttal vértezett dzsungel tárgy, ami a csatározók szabjája lett. És ugye mondtam, hogy jégkirálynő érintése befejeződött Lulun, aki most már teljes mértékben le van maradva az a Lissandrához képest, 0-4-2 a statisztikája. Túl sokat mozdul. Tényleg ez Lulunak már annyi választása maradt, hogy bent maradt torony alatt és várja az érkező minion seregeket, amiket majd ő a sugaraival eltüntet. Hiába van ott Lee Sin és tudja bebiztosítani a gyilkosságot, miután Lulu meghalt, nem kéne hagyni szegényként meghalni, valamilyen szinten neki is szüksége van egy kis életvidámságra és életben maradásra. 14. percet elhagyjuk és két gyilkossággal vezet az OC csapata, és ez aranyba is azért meg lehet nézni, hogy mennyivel vezet, ugyanis 3000 aranyjal. Igen, azért az már az ősekükben van, mint előny. És Gangplanken is készült a hármasság hatalma, valamint egy csákját láthatunk most már rajta, még Lissandra a korok pálcájára nevezett be. És hát az már egy jó ideje megvan neki, igen. Szóval azért gyűjtögeti a jelzőket. Igen, és rajta még egy kereső karvértést láthatunk. Miközben kezdeményezést láthatunk Poppytól, nagyon szépen falhoz löki, és ekközben Lissandra
jégre teszi a Lulut, ugyanis hazaküldte, és Poppy lehet még bajban, igaz, szedi a kis lábát, de Gangplanknek ennyi volt. Lő, és megint kérdez. Nem kérdezett, hogy hát kérdezett volna, de ez majd máskor lehet. És megint két gyilkosságot tud elhozni az OC csapata, négy gyilkossággal vezet, most már nagyon nagy az aranykülönbség, a tornyok aránya is nagy, az oltárt is láthatjuk, hogy Mongez az már foglalja, úgyhogy minden mozdítható objektívre rámennek, a jungle-t is egyszerűen kitakarítják. Kérdés az merül fel bennem, hogy a feed csapata talán esetleg erre megoldás, de láthatjuk, hogy minionok érkeznek, ott van Gangplank, ott van Nautilus. Megoldás lenne az, hogyha ki lenne fókuszálva Gangplank, belőle ki lenne csalva a végső képessége, a záró tűz, mi hamarabb baj van. Miközben Lulu megint egy bokorban próbál facecheckelni, úgymond, de hát két játékos ott van, Dissandra. Lulu megint, ahogy említettem, sokszor is hiba. Kimozdul a torony alól. Tényleg nem szabad. Nekik már nagyon defenzívre kell fogni ezt a játékot, máskülönben el fogják veszíteni, ugyanis arra jár egy Lissandra, és nagyon könnyen eltünteti a Lulut, most már csak nem is a tömegirányító hatásait kell figyelembe venni, hanem a sebzés. Rengeteg sebzés van a figyel, vagyis a birtokába, úgyhogy elég csak jégszilánkokkal ütögetni egy bizonyos ideig, amíg nem ért torony alá a Lulu, és abban is belehal. Szóval nem kell rá semmiféle tömegirányító hatás. Villanyalvot néz a Lissin, hogy van-e, az a pók még mindig ott áll, és nem fog bemenni hanghullámmal az a Lissinre, viszont Poppy kezdeményez. Poppy kezdeményez, de érkezik Mongez, és mélységi rohomban nagyon szépen meg tudja állítani Poppynak a menekülését. Viszont Gangplank fejezi be a gyilkosságot, ha bár rajta is ott azért van egy támogatás. Hat gyilkosság különbségre rúg ki most már a két csapat közti különbség, és láthatjuk ugye, hogy aranyban nagyon elhúzott egymástól a két csapat, az OC nagyon ural minden, ahogy mondtad, objektívet, mind aranyban, mind tárgyakban, mind gyilkosságokban, és farmban is vezetnek, ahogy csak tudnak. Vandam készül azon a Gangplanken, ahogy mondtam. Kérdéses, hogy egyetlen be tudja fejezni, és város ír, de Lissandra egyszerűen felveszi a harcot, nem csak felveszi, hanem kijön még a vadon szava is Lulutól. Menekülnie kellene, viszont villanását is még beáldozza. Mellé ment az a jégszilánk, valószínűleg, hogy ez mentette meg az életét. De egyszerűen ez a vadon szava, villanás kell. Mert egyszerűen nem tudja felvenni a harcot azzal Lissandrával, ugyanis benne már annyi sebzés van, 4-2-5-ös statisztikával, a tárgyakban is megmutatkozik, hogy egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy egyedül oda menjen az alsó ösvényre, és ott van a Lissin, aki kezdeményezni próbál. Igaz, megesz nagyon sok sebzést megesz, és Lulu megint kicsit elszámolhatja magát, viszont Lissinnek a rugása tökéletes Lissandrára. De az a Wooglet, az megmenti az életét, és Mongez el tudja hozni a gyilkosságot. A zárótűz még tökéletes arra a Lulura, és nemhogy még két gyilkosságot elhoznak, hanem egy inhibitort védő tornyot is. A fény csapata tartja magát a nevéhez, szóval erre szoktam mondani, hogy beszédes név. Az a probléma, szomorú látni, hogy minden egyes kezdeményező potenciál, ami bennük van, azzal végződik, hogy a Lissandra lefagyasztja a jókedvüket szó szerint, és bemennek, és így az ő sebzése bőven elegendő ahhoz, hogy minden kezdeményezés le is állítson, lehűtse a kedélyeket, lehet így mondani. Bemegy Poppy, és bajba lesz a Poppy, bemegy Lissin, és bajba lesz a Lissin. Szóval, és tegnap már láthattuk nem egyszer, hogyha Nautilus eléri azt a szakaszát a játéknak, hogy kellő tárgyban rajta készen, főleg most ugye dedikált dzsungelesről beszélünk, így ő farmtól nem fog elesni, a dzsungel szörnyeket tudja szépen gyűjtögetni a javára. Ez még könnyebben elérhetővé teszi számukra azt, hogy tárgyakat építsen. És ő már egy, mondhatjuk úgy, hogy egy mozgótendő jégoszlopal is felér, akinek képességei vannak, és ez ugye, mondom, elszomorító a feed csapatának tekintetében, hogy minden egyes kezdeményezés, ami lenne számukra, úgy végződik, hogy vissza kell vonulniuk. 7000 arany különbség van a két csapatnál, de mit szakít az a Gangplank hordó, és kipárasztás vadon szava nagyon szépen kijön attól a Lulutól. Torony már nincs ott, barátom, úgyhogy neked futni kell az életedért. A kérdés az, hogy
Még egy kifárasztás érkezett rá, de nem tudott elmenekülni. Igaz, Lissi még elrúgja magától azt a Nautilust, és mélységi rohamban nagyon szépen kezdeményez, miközben Lissandra megérkezik és be tudja fejezni végső képességével azt a Lissint, és Poppy ugyanúgy jár, mint a csapattársai, a nyúlcipőt fel kell húznia, és neki még talán még az a szerencséje, hogy ott áll még egy torony, de Gangplank mit csinál, amire befejezni ő hivatott? Hát már... Igen, majdnem kitértem arra, hogy Poppy mit kezdett el építeni. Még elküldi a Gangplanket egy kis nyaralásra, viszont így is ketten ütik a Nexus-t, úgyhogy ennek a játéknak hamarosan vége szakad, ha csak Poppy nem jön, Lulu nem jön és állítja meg őket. Nagyon szépen kijön Gangplanktől a zárótűz. Lissandra még befejezi azt a Poppy-t. És Mongas mit csinál? Hát gyerekek, fejezzük be, kész, ennyi. A vasmacskával ütötte azt a Nexus-t. Egy igazán egyoldalú meccset láthattunk, ami igazából az OC uralta a játékot, minden objektívet, minden dzsungelszörnyet igazából. Mondhatni, hogy három ember volt a pályán, a másik három pedig így próbálta őket visszatartani, de minden egyes kezdeményezés, amit csak volt, abban merült ki, hogy utána visszavonulás, és ez... Át kell gondolniuk a következő meccsre, hogy milyen taktikát szeretnének kiválasztani, mert egyértelmű, hogy ha kezdeményező csapatot állítanak össze, akkor nem szabad bent hagyni se a Gangplanket, se a Lissandrát, mert mind a kettő arra hivatott, hogy a kezdeményezéseket elfolytsák és a saját javukra fordítsák. Ahogy ezt a játék elején már egyszer kiemeltem, Gangplanknek a zárótűze nagyon jó volt minden egyes alkalommal, mind amikor menekülésre, mind amikor zónázásról volt szó. Lissandrának a jéggyűrűi, a jégösvényei, a jégszilánkjai, a fagyos sírjai, amiben az egyetlen szó szerintem, amiben nincsen jég. Mind arra hivatott a két karakternél, hogy a kezdeményezéseket elfolytsák, és a saját javukra fordítsák. Szóval változtatni kell a taktikán, különben nem lesznek Warcraft-ban. Így van. Azért gratulálunk az OC csapatnak, illetve a Fűnek egy kis megbeszélési taktikát javaslunk. Igen. A következő meccsre, de ti sem menjetek messzire, ugyanis jön egy kis Mátyás, egy kis muzsika, és jövünk majd a következő mérkőzéssel, úgyhogy addig is maradjatok velünk, sziasztok! És ne felejtsétek el beírni a kódokat. We'll be right back.